Három aktuális témakör volt a vállalkozóknak szervezett fórumon. Az online pénztárgépek használatáról és a használatára kötelezettek körének bővüléséről, az úgynevezett kisadókról és az elektronikus közúti áruforgalom ellenőrző rendszer változásairól tájékoztatta a résztvevőket a NAV szakembere. Ezeket nagyon jónak tartjuk, hiszen bátran kérdezhetnek egy felkészült szakembertől. Most is azt várjuk, hogy a elsősorban könyvelők, illetve az érintettek, akik akár pénztárgépet kell bevezetniük, akár az EKR-ben érintettek, megkérdezhetik ezeket közvetlenül egy felkészült szakembertől. A kamara partnere évek óta dr. Lázár József, a NAV Győr-Moson-Sopron megyei osztályvezetője. Előadásának talán legfontosabb témaköre az online pénztárgépek bevezetésének aktuális információi voltak. Mikor kell számlát adni? Tehát mikor van az, hogy mindenképpen számlát kell kibocsátanom, és nem kell a pénztárgépbe beütnöm a értékesítésnek, vagy a szolgáltatásnak az ellenértékét? Az legelső az, ha adóalanynak bocsátok ki számlát, adóalanynak értékesítek, adóalanynak nyújtok szolgáltatást. Ilyen esetben ugye mindenképpen számlával kell kísérni az értékesítést, a pénztárgépbe tulajdonképpen ezt nem kell beütni. A szakember az úgynevezett kisadók, azaz a kata és a kiva változásairól is tájékoztatta a fórumon résztvevő vállalkozókat.